Az alacsonyabb osztályú csapatok futbalistái még csak a napokban kezdték el a felkészülést, de a hétvégén közülük többen már hétmeceken léphetnek pályára. Az elmúlt év novemberében Kisvárda adott volna otthont az amatőr válogatottak egyik tornájának, a járványhelyzet miatt azonban elmaradt a rendezvény. Szombaton és vasárnap így új helyszínen Hajdúszoboszlón játszik Borsod, Nógrád, Heves és Hajdúmegye csapatai ellen a Szabolcsi Együttes, amelynek keretét 8 klub 22 játékosa alkotja. Két nap alatt négy mérkőzés vár a csapatra, egy mérkőzés egyébként kettőször 30 perces, szombaton rögtön a valószínűleg papíron legnehezebben nem félel, heves megyével kezdünk 10 óra 30 perckor. Ugye Heves volt az, aki a legutóbb 2019-ben Mezőkövesden megnyerte a tornát emlékezetes körülmények között, hiszen biztos, aki figyelemmel kísért, emlékszik rá, hogy a pályán ugye a mi csapatunk volt a legjobb, de Heves másfél nappal később megóvott egy szombat délelőti mérkőzést, és miután megkapta a pontokat, így tudott a mi csapatunk elé ugrani. Úgyhogy igazán érdekes kis párosítással kezdjük majd a mavontot. Egyébként a megyei szakmai stáb ugyanaz, a két ember maradt, tehát Lukás Tibor a Nyírgyulaj és Kis Tavás az Ibrányese vezetőedzője. A játékosok közül is elég sokan, egy majdnem a fele, talán több mint a fele, több mint tíz játékos maradt a legutóbbi keretből, úgyhogy bizonyítani akarnak, szeretnék most az első helyen végezni. Az MLS megyei igazgatósága ezen a téren sem a hagyományos műfüves nagypályás felkészülési tornát, sem a terembajnokságot nem írta ki. Tennivaló ettől függetlenül van bőven, ugyanis január 15-én elkezdődött az átigazolási időszak, amely február közepéig tart. Ilyenkor nagyon fontos szabályozni, hogy csak akkor tud eligazolni egy játékos, akár utánpótlás, akár felnőtt szinten, hogyha a jelenlegi klubja az átadó klubja elengedi, tehát aláírja, lepecsételi az át igazolási lapot, illetve emellett még pénzügyi működési költségtérítés megállapodás is van. Utánpótlás szinten van egy minimális összeg, ami kötelező, felnőtt szinten nincs minimális összeg, el lehet térni, akár nulla forintér is, viszont egy nullás megállapodási szerződést kell csatolni az átigazolás mellé. Ilyenkor kicsit kevesebb a változás, általában az első héten lezongorázódnak a nagy, a megye egy megyeketes csapatoknál a változások, hiszen azt már az elmúlt év végén lebeszélték a játékosokkal, és még ahogy szokott lenni az utolsó napok majd egy A tavaszi szezont a megyei első osztályban kezdik legkorábban, a február 19-20-ai hétvégén már bajnoki pontokért játszanak a csapatok. Két héttel később a három másodosztályú csoportban is elindul a pontvadászat, újabb két hét múlva pedig a megyei harmadosztályban és az utánpótlás bajnokságokban is útjára indul a labda.